Helyzetkép című sorozatunk e heti részében Tóth Lajos polgármester számolt be az elmúlt két hét történéseiről. Többek között beszélt a Belvíz csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 2021 című projektről, melynek közbeszerzési eljárása eredményes volt, a munkaterület átadásra került a kivitelező cég számára. A múlt héten nem volt alkalmunk beszélgetni. Elmúlt hétre jókorában időzített szabadságomat töltöttem, és elutaztam, nem voltam Püspökladányban. Ettől függetlenül a dolgok haladtak a maguk útján, ami haladt. Engedjék meg, hogy visszanyúljak egy héttel, mert akkor is voltak dolgok, amik most is aktuálisak, és néhány dologról engedjék meg, hogy tájékoztatást adjak. Május 8-ától indulok. Azon a héten köszöntöttük a tűzoltókat, illetve mentőket, nevezetes napok voltak. A város életében, város lakossága érdekében tett tevékenységük, a szolgálataik kapcsán a lakosság nevében, önkormányzat nevében, maga nevében köszöntöttem a bajtársakat, és megköszöntem eddigi munkájukat, tehát ahogy megmutattam ugye a tűzoltókét, aztán pedig a mentőbajtársakét. Szintén 8-ára datálható a korábbi képviselőtestület döntés alapján döntés született a Belvíz csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 2021 című projekt tárgyában. Ez azt jelenti, hogy eredményes volt a közbeszerzési eljárás, és 10 fölötti pályázó közül szabályszerű eljárás keretében sikerült kiválasztani azt a szervezetet, aki a munkát elvégezheti. Ez a szervezet a Jantabau építőipari szolgáltató Kft. Ez a projekt egy közel 140 millió plusz áfás projekt volt a versenytárgyalás kapcsán, hogy következtében 129 millió 172.090 forint plusz áfa vállalkozási díjfejében kötöttünk szerződést a szervezettel. A munkaterület átadása megtörtént, és bízom benne, hogy már a napokban megkezdődik a tényleges munkavégzés. Maga a befejezési határidő a mostani állapotok szerint szeptember 8-a. Én egyeztettem a kivitelezők, azt mondják, ennek akadálya igazán nem lehet, talán csak annyi, hogy a szükséges anyagok beszerzése az azonnal megkezdődött a szerződés aláírás után, az csúsztathat esetlegesen a kivitelezési munkátokon. Maga a kivitelezés az egy másfél hónap alatt biztonsággal elvégezhető, annak függvényében fogják ütemezni a munkát, hogy a beszerzendő anyagok mikor kerülnek a helyszínre, beépítésre, előkészítésre. Hogy mit is tartalmaz ez a projekt? Egyik része korábban sok problémát okozott a Újtelepi városrész Gárdonyi Géza utcai buszforduló és környezetének vízvezetése. Most innen ezt a viszonylag mély fekvésű és eddig elvezetésre nem kerülő összegyűlt csapadékvizet a Gárdonyi Géza utca vonalán, a Móricz Zsigmond utcáig egy zárt csapadékvizető csatornán keresztül fogjuk elvezetni, ami úgy gondolom, hogy régóta várt és üdvözlendő megoldás. Ezen túl a város csapadékvíz elvezetése, főleg havári helyzetekben történő elvezetés szempontjából korábban is szűk keresztmetszet volt. A A13-as, más név úgy hívják ezt, hogy város délkeleti déli részén lévő övcsatorna, amely a belterületi vizeket befogadja és továbbítja az A2-es átemelő felé. Annak egy bizonyos szakasza, mégpedig a temetőtől, a temetői úttól, a átemelő felé eső szakasza. Sokan láthatják, hogy rendszeresen a takarítás ellenére is náddal benőtt, és ez a
ez a sűrű növényzet akadályozhatja havári helyzetben a csapadékvíz, főleg a nagy mennyiség keletkezik hirtelen, akkor ezek elvezetését. Ezt a szakaszt készítettük elő olyan formában, és a pályázat, nyertes pályázatunk keretében megvalósítható fenékburkolattal, betonfenékburkolattal látjuk el, ezzel ez a bizonyos rendszeres növényborítottság is megszüntethető, tehát az a szakasz betonfenékburkolattal kerül ellátásra, így mondhatni, hogy a város beletörött részének csapadékvíz elvezetése, főleg havári helyzetekben sokkal biztonságosabban és intenzívebb, hatékonyabban lesz elvégezhető. Bízom benne, hogy az említett szeptember 8-a határidőig a munkát biztonsággal el fogja tudni végezni a szerződött partnerünk. Soron kívül testületülést tartottunk május 8-án, ahol tartalmas beszámolókat fogadott el testületünk. Meg volt az oka, hogy miért nem a május végi testületülése terjesztettem ezeket elő, hanem soron kívül ülése. Tárgyalásra és elfogadásra került a 2022. évi belső ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló jelentés. Ez egy igen tartalmas anyag volt. Testületünk megtárgyalta, áttekintette, és alapban foglaltakat egyhangulag elfogadta. Szintén fontos és terjedelmes napirendi pontunk volt 8-án az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló, ez a záró beszámoló tulajdonképpen. Minden ebben szereplő döntés már korábban megszületett és ismert volt, tulajdonképpen ez a más néven zárszámmondási beszámoló volt. Nyilván áttekintünk a tavalyi év zárási szituációját és összefoglaltuk az év eseményeit, illetve a záró eseményeket. Ezt is egyhangulag támogatta a képviselőtestületünk. Majd napirenden volt a Magyar Államkincstár 2022. évi ellenőrzésről szóló zárójelentés. Ez is eléggé tartalmas anyag. Korábban szóltam arról, hogy az előző évben megkezdődött egy igen átfogó, széleskörű ellenőrzés. Ennek volt egy közbenső mozzanata novemberben, amikor közbenső jelentést kaptunk. Ezt még a testület nem tárgyalta hivatalunk számára, illetve az önkormányzat számára volt betekintési lehetőség. A testület ezt a záró beszámolót tárgyalta, és ebben sok-sok megállapítás, akár kisebb korrekcióra utaló és felhívó megállapítás került rögzítése. Köszönettel vesszük az államkincstár ellenőrzését. Ezek a mindig jó kontrollt jelentenek a önkormányzati hivatali munkánk vonatkozásában. Nyilvánvalóan ezzel figyelme vesszük ezeket a javaslatokat, a jelzéseket, amelyek korrekciót igényelnek. Összességében azt hiszem, hogy nagyobb mértékű probléma nem került megállapításra. Ezeket természetesen fogjuk kezelni a következőkben. A elmúlt hét előtti csütörtökön, tehát május 11-én egy nagyon látványos és hangotos eseményre kaptam meghívást a megye többi polgármesterével együtt a megyeházán. Az Árpád teremben a Hajdú-Béla Vármegyei Közgyűlés elnökének meghívására a Hajdú Hagyományok Nyomában című top pályázat nyilvános sajtórendezvényre kerül sor. Emlékeztetni kívánok arra mindenkit, hogy ez egy korábban megkezdődött rendezvénysorozat. Körülbelül a 100. esemény után egy nyilvános sajtótájékoztatót tartott a megye e tekintetben. Püspökölemlés jó néhány esemény volt. Teljesség igény nélkül néhányat említek, utópillanatok rendezvény volt a gimnázium aulájában, amely igen színvonalas volt és nagy sikert aratott a jelenlévők között, de volt rendezvény a segítőkezek, illetve a művelési központ szervezésében is, és ez a sajtótájékoztat arról is tájékoztatást adott, hogy milyen események fognak még következni. A soron következő események egyeztetése úgymond folyamatban van, úgyhogy ezen
Hajdúhagyomelyek nyomában című kulturális rendezvénysorozat még további színes eseményeket fog Püspökladányba is hozni. Örömmel veszük a megye ilyen jellegű pályázatát is, azokat az eseményeket, rendezvényeket, amelyeket városunkba hoznak. Várjuk a színvonalas folytatást az eddigieknek, ahogy említettem, igen pozitív volt a fogadatása és a jelentős közönség sikert aratott. Akár meg lehet említeni, még Endre Judit féle életmód program is ezen csomag része volt, és még sorolhatnám a többieket is. Május 12-én pénteken kedves meghívásra tettem eleget, amikor is Bihar Nagybajomban vettem részt egy átadó ünnepség sorozaton. Örömmel tájékoztatták a megjelenteket, és magam is örömmel konstatáltam, hogy színvonalasan megújult a Bihar Nagybajom vasútállomás épülete, valamint ezzel párhuzamosan a polgármesteri hivatal épülete kívül és belülről is. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy több pályázatot össze lehet kapcsolni, úgy topos pályázatot, mint Magyar Falu programhoz kapcsolódó pályázatot, mert így lehetett egy olyan szintű felújítást a polgármesteri hivatalban megvalósítani, amely nem csak a energetikai felújítást tartalmazott, illetve az épület aktuális karbantartása, illetve felújítása, belső festése, energetikai korszerűsítése, ahogy említettem, illetve az épület belsőjének megújulása, bútorzattól kezdve festés, egyebek is nagyon kulturális színvonalasan valósult meg. Ez a része sajnos a TOP programok keretében nem valósítható meg. A Magyar Falu program pályázati lehetősége segített abban, hogy egy komplett és egészében megvalósult korszerűsítés és felújítás valósulhatott meg. Örömmel látjuk ezt a lehetőséget. Sajnos mi nem vagyunk a Magyar Falu program része, úgyhogy ezekből a lehetőségből kimaradunk, igyekszünk mi is a saját nehézségeinket kezelni, illetve forrást találni a problémáinkra. Ezzel kapcsolatban hadd említsem meg, hogy mondhatni most már kritikus állapotban van a polgármesteri hivatalunk héjazata, tetőszerkezet héjazata. A pala tető olyan mértékben rongálódott, hogy lokális javításra már kevés esélyünk van, illetve maga a szerkezet, az a fedélszék szerkezet, a deszkázat, ami a héjazat alatt van, az is jelentősen sérült, úgyhogy az elmúlt héten, illetve a most említett héten is műszaki felmérés volt a szerkezet állapotát illetően. Erre egy költségbeséssel alátámasztott műszaki állapotfelmérést kértem. Most várom az eredményét, illetve ennek kapcsán igyekszünk a szükséges beavatkozásokat elvégezni, mert megítésem szerint a tavaly téli állapot nem ismétlődhet, irodáink több helyen leáztak. Ezek évtizedes jelenségek, tehát már olyan állapotok vannak a padlástérben, amelyek bizony halasztás nem tűrő beavatkozást igényelnek. Rajta vagyunk, igyekszünk kezelni, és igyekszünk erre forrás gyűjteni. Sajnos a Magyar Falu programban nekünk nincs lehetőségünk ilyenre forrás gyűjteni, de igyekszünk kezelni a helyzetet. Kedves meghívást kaptunk Magfalva testvér településünkről, mégpedig május 13-án tartották a 12. Székely majális ünnepséget, Székelyföld egy és oszlatlan címmel. Ezen a rendezvényen Borsos László alpolgármester úr képviselte önkormányzatunkat, én már távol voltam, illetve képviselőtársaim közül sem tudták többen vállalni a jelenlétet, de gondolom, hogy Borsos alpolgármester úr megfelelőképpen képviselt önkormányzatunkat, igen színvonalas tartalmas rendezvényről adott számot. Köszönjük a meghívást, és további sok sikert és eredményeket kívánunk székelyföldi barátainak, Magfalva község testvér településünknek, illetve minden lakójuknak. Püspökladányban is kulturális rendezvények sora zajlott a hétvégén. Én ezeken most kivételesen nem tudtam részt venni, mert ahogy említettem, elmúlt héten, tehát 15. és 19. között ez egy fél évvel korábban egyeztetett szabadságra eső programon vettem részt, magánprogramon vettem részt,
Természetesen minden nap elértek tennivalókkal, feladtak a problémákkal, ezeket igyekeztem munkatársaimmal együtt kezelni, és így mutatni, hogy nem is igazán maradt megoldatlan tennivaló feladat, bár nekem erre a hétre azért jutott még bőven, ami akkor nem került sorra, és már szombaton, május 20-án úgymond hát nem a szabadságot megszakítva, hanem annak záró mozzanataként kedves meghívást kaptam Olaszfaluba, pásztorünnep és pásztor találkozó rendezvényre, Nemzetközi Népzenei Fesztiválra, akik figyelmel kísérik a tájékoztatóimat, tavaly évben is beszámoltam arról, hogy akkor ugyan közvetett úton, de e-mail levélváltás útján üdvözöltem ezt a színvonalas fesztivált, most személyesen is részt vettem ezen az eseményen, sőt személyesen volt alkalmam tárgyalni Borisné Hanik Edit polgármester asszonnyal, illetve gratulálni az a színvonalas rendezvényhez, amelyet a település teljes körű összefogásával valósítottuk meg. Bakonyi házigazdák köszöntője, kulturális műsorok, népdalénekesek előadásai Szlovákiából, Délvidékről jöttek partnerek, illetve előadóművészek, csoportok. Birinyi József professzor tanár úr pásztorhangszer bemutatói előadása színesítette a rendezvényt is, és természetesen, aki közvetlen meghívásának is kellett, hogy eleget tegyek, és szívesen tettem eleget, a Törő Gábor Hagyományozó Népdalok Egyesületünk, a 2022-ben próbadíjjal kitüntetett egyesületünk is jelen volt, és nagyon színvonalas, nagy közönséget adató előadást tartottak a rendezvényen. Örömmel konstatáltam, hogy milyen pozitív volt a fogadatása most is, mint a tavalyi évben egyesületünknek. Nyilván a tartalom is ehhez volt illendő. Tegnap kedves köszönetnyilvántást kaptam Hadházi Andrásné Macuska elnökasszonytól, aki megköszönte, hogy részt vettem, örömmel vettem részt a rendezvényen. Nagyon örömre szolgált, hogy együtt énekelhettem a együttessel és más meghívottakkal a előadás végén a Ladányi Ladányi Torony tetejében című népdalt, mint ez tavaly is volt. A eseményről fotók, videók a Facebookon nem fellelhetők, úgyhogy nyomban követheti mindenki, illetve részese lehet ilyen módon azoknak a pozitív perceknek, illetve óráknak, amely az Olaszfaluban került lebonyolításra. Tényleg nagyon jó érzés volt részt venni, mert teljes körű összefogással és ott valahogy nem a kifogáskeresés és a problémák taglalása volt a résztvevők és a település lakóinak a elsődleges, hanem hogy tudják segíteni a rendezvényt. Nagyon érdekes volt azt hallani a polgármester asszonytól, hogy náluk szinte ismeretlen az olyan jellegű dolog, hogy rendetlen viselkedés, hogy a közösség érdekeivel szembe menve, mondjuk illegális hulladék elhelyezés, vagy rendezetlen porták, valahogy az ő közösségük nem tűri el, hogy rendetlen emberek a többség, tehát a település közössége többségének álláspontjától ellentétesen mondjuk rendetlenül viselkedjen, és ott nem is jellemzőek ezek a viselkedési formák. Sajnos nálunk még találunk ilyen kisebb-nagyobb problémákat. Beszámolója végén a polgármester véleményét fejtette ki az elmúlt hetekben zajlott hulladékgyűjtésről és lomtalanításról. Az elmúlt hetekben három lépésben, több hónapos előkészületek után tartottuk a városban a lakosság számára először elektronikus hulladékgyűjtési napokat, amely eredményesen zárult, és bár csekély anyagi bevétel, de nem is igazán a bevétel a lényeg, hanem lakosság közvetlenül erősítése, a illegális hulladék elhelyezés visszaszorítása, illetve azon mértékének csökkentése. Majd május 6-án volt a lakossági veszélyhulladék begyűjtés, ami szintén eredményes volt, ez jelentős költség gel is együtt jár, még a végszámot nem kaptam meg, de több milliós költség a városnak ennek. Ezen veszélyes hulladékok
elhelyezése, de eddig is bevállaltuk, és ezután is be fogjuk vállalni annak érdekében, hogy egyrészt ne a kommunális gyűjtőedényekben és ne illegális hulladékként jelenjenek meg környezetünkben azok a veszélyes hulladékok, amelyek a háztartásokban keletkeznek. Összességében ez is pozitívan valósult meg. Jelen voltam a záró órá, vagy záró fél órában, és úgy láttam, hogy eredményes volt. És múlt szombaton került sor a lomtalanításra városban. Talán kezdünk hozzászokni ennek a jelentőségéhez és a fontosságához. Ezzel együtt most is voltak anomáliák. Még ma reggel is láttam olyan város egy-két pontján olyan kirakott, nem kémáltas dolgokat, amelyeket hát nem időben tettek ki, és még szombat után még vasárnap is egyesek kipakolták a számokra szükségtelen dolgokat. Úgy gondolták, hogy majd a városüzemeltető ezeket úgyis begyűjti. Nagyon sok ilyet elszállított már a városüzemeltető, csak az a gond, hogy ezeket már ilyenkor külön költségre, külön elhelyezés folyamat részeként tudjuk eltávolítani a közterületekről, de ezzel együtt megtesszük, mert itt a közterületen nem maradhat, és ha már egyszer kikerült a közterületre, általában azonnak nincs gazdája. Most is olyan helyszíneket találunk, vagy találhatunk még ilyen kilakott dolgokat, ahol nincs lakos a környéken se. Nagyon negatívan tartom az ilyen állampolgári cselekedeteket. Véletlenül tudják, hogy kik ezek, akik kihelyezték, de lennemben még a cinkos összekacsintás mindig elég gyakori. Ugye a közterületi rongálások, vagy például tegnap nagyon fel voltam háborúdva, amikor a Városvezető Kft. Ügyvezetője fotókot mutatott arról, hogy a közterületében lévő hulladékgyűjtőedényzetbe veszélyes hulladékot, gumiabroncsot egyébként szállítanak ki. Úgy látszik, hogy nem is akarom minősíteni, mert valószínű, hogy nem lesz szalonképes a jelzem, ami most a jelenemre jönne. Tehát ha már valaki a közterületi hulladékgyűjtőkbe, amely a ott keletkezett szerves maradványok, illetve virágegyebek elhelyezésre szolgáló gyűjtőkbe gumiabroncsot és veszélyes hulladékot visz ki, hát azt már nem akarom minősíteni, mert minősítetlen. Püspökvárosban még ez is előfordul, a mindennapi rongálások és illegális hulladék elhelyezés, és ne soroljam, hogy milyen egyéb cselekmények mellett. Ismételten arra kérném a város lakosságát, hogy ilyenkor igenis határozottan lépjünk fel a közösség érdekében, és úgymond ne cinkos összekacsintás közepette konstatáljuk, hogy és esetleg hangosan kérjük, hogy ezeket a problémákat szüntesse meg a... Sokszor hallom, hogy a tanács, meg a városüzemeltető, a város mindannyiunké, valamennyiünké, hogyha egyformán pozitívan állnak ezek az a helyzetek, az cselekmények, az akkor jelentősen tudnánk előlépni. Természetesen mindent megteszünk, mind a rongálások, mind az ilyen cselekedetek felszámolása, következmények felszámolása érdekében, de sokkal hatékonyabbak leszünk akkor, hogyha még többen magunkének érezzük ezt a várost. Folyamatban a város virágosítása, napokban óvodásokkal együtt virágosítjuk a közterületeinket, kihelyezésre kerültek a villanyoszlopokra a muskátli virágaink, és még sorolhatnám, tehát igyekszünk a város közterülete érdekében, az a kulturált állapota érdekében minél többet tenni. Csapadékos az időjárás, látjuk, hogy nehezen érjük utol magunkat a fűnyírással, pedig kétszer-háromszor már ezeket a területeket nyitjuk, és még május van. Arra kérek mindenkit, magánterületek lakóit is, ott is nagyon sok az elmaradás, de azon területek, amelyeket a város igyekszik rendben tartani, hogy fokozott erőfeszítésre tegyünk a közterületek rendje, tisztasága, kulturált állapotának helyreállítása és megtartása érdekében. Mi tesszük a dolgunkat. Helyzetkép című sorozatunk következő részében szintén tájékoztatjuk nézőinket a várost érintő aktualitásokról.